Válaszd a hazait! Ezzel a jelmondattal indított figyelemfelhívó kampányt az Agrárminisztérium. A sajtótájékoztató helyszíne Dunaharaszti, Ficsor Árpád gazdasága volt, ahol nem csak kiváló minőségű alapanyagokat állítanak elő, hanem díjnyertes sajtokat is készítenek. Nagy István agrárminiszter kiemelte, a járvány sok mindenre megtanított bennünket, többek között arra, hogy mennyire fontos az önfenntartás. Hiszen amikor egy váratlan esemény miatt a határok lezárulnak, rendkívül lényeges, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszert tudjunk az asztalra tenni. Nagy István hangsúlyozta, a magyar mezőgazdaság a vírushelyzetben is helyt tudott állni. Célunk, hogy a hazai élelmiszerellátás gerincét a családi gazdaságok, a magyar élelmiszerelőállító és feldolgozó kis- és középméretű vállalkozások alkossák. Ezért is vagyunk itt ma, hogy pont egy ilyet bemutassunk Önök számára. Ehhez tudatos fogyasztói döntésre van szükség. A magyar termékek vásárlásával nem csak egy értékteremtő munka végeredményét kapjuk meg, hanem támogatjuk sok ezer magyar család boldogulását, itthoni munkahelyeknek a védelmét. Ha hazai élelmiszert választunk, nem csak friss, ízletes és biztonságos élelmiszerhez jutunk, hanem ezzel elősegítjük a mezőgazdaság teljesítményének növekedését. Ráadásul a vírushelyzetben a kisgazdaságok nagyon gyorsan reagáltak. Ha kellett, házhoz szállították termékeiket. Ez az értéke a kisgazdaságoknak és a kisüzemeknek. Rendkívül mobilisak, rendkívül gyorsan képesek változni, a kihívásokra rendkívül gyorsan képesek válaszokat adni. Ez az a sokszínűség, amely adja nekünk az igazi értéket, és ezt kell megőrizni. Hiszen ezek volumenben sohasem valami hatalmas nagy üzemek. Ezért is mobilisak, ezek képesek nagyon gyorsan változni, és ezért tudják hozni a csúcsterméket, a csúcsminőséget is. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki ezeket a kézműves termékeket, hiszen olyan értéket képvisel, amelyet gyerekkori emlékeinkből veszünk elő, a nagymamáink éléskamráiból, viszont mai technológiával megújulva a legkorszerűbb körülmények között állítódik elő. Nincs biztonságosabb termék, mint egy kézműves termék. Én ezért is ajánlom mindenki számára ezt, hiszen gondoljuk végig, hogy akkor, amikor sok termék közül választhatunk, és azzal, hogy melyik terméket választjuk, azzal azt döntjük el, hogy melyik ország, melyik család megélhetését vagy gazdaságát erősítjük. A magyar mezőgazdaságban óriási lehetőség van még. Hazánkban ugyanis a termelők kiváló alapanyagokat állítanak elő, és ha ezt fel is dolgozzák, különleges termékeket készíthetnek. Így tette ezt Ficsor Árpád is, aki 25 éve foglalkozik gazdálkodással. A család ugyan féltette ettől a pályától, de ő azt követte, amit a szíve diktált. Ma már gazdasága több lábon áll. Foglalkozunk szántóföldi növénytermesztéssel, ezt most már bióba toljuk az egészet, több mint 200 hektáron. Ugye a magyar tarkatörzs tenyészet az már egy 20 éves hagyomány, és a sajtkészítés, ami az egészre úgymond a koronát teszi. Ficsor Árpád 120 magyar tarkatehenet tart, plusz azok szaporulatát. Az állatok számára szükséges takarmány több mint 90%-át maguk termelik meg biológiai módszerekkel. A magyar tarka tápanyagban gazdag, magas beltartalmi értékű, extra minőségű tejet ad. Ráadásul figyelnek arra, hogy a fejés is stresszmentes legyen, és igazodjon az állat bioritmusához. Éppen ezért vásároltak fejő robotokat, ahová a tehenek akkor állnak be, amikor nekik a legjobb. A tejből 10 évvel ezelőtt kezdtek el sajtokat készíteni, és mára számos díjjal büszkélkedhetnek. Kézműves sajtjaik hazánk legjobbjai közé tartoznak. Most 6 fajtánk van stabilan, és folyamatosan kísérletezünk újabb fajtákkal, de azért ez itt valahol a teteje is, tehát hogy ez mind külön technológia, de érdekel bennünket, hogy kutatjuk az újaknak a lehetőségét. Az évek során francia és svájci alaprecepteket fejlesztettek tovább, de van olyan sajt, aminek a technológiáját saját maguk találták ki. Sok nehézséget kellett leküzdeniük, de Árpád számára a sajtkészítés mára igazi szenvedélyé vált. Úgy véli, ha valaki elkezdi feldolgozni a saját maga által megtermelt alapanyagokat, az más szemléletet, sikerélményt és lendületet ad. Ha elkezd valamit gyártani, akkor annak a sikerélménye tudja őt motiválni, és nem a pénznek a
a szaga, és hitet is ad, meg örömöt is ad, hogyha valaki hozzáfog egy valóságos végtermék előállításához.